A Bábesbolyai Tudományegyetem néprajz és antropológia szakának promoválása volt a célja annak a kiállításnak, amelyet egyetemi hallgatók szerveztek tegnap este a kolozsvári tranzitházban. Temetőkultúra, népi varrottasok, bútorfestés, az ezer székely leány napja elevenedik meg a hallgatók által készített fotókon, amelyek valójában kutató munkáik egy részét képezik. Egy kiállítás arról, hogy mit csinálhat egy egyetemista kutatómunka és terepgyakorlat cím alatt. Fényképek által mutatják be a nagy közönségnek, hogy a néprajzos kultúratudományok, illetve művelődés szervező szakos diákok merre járnak, milyen témakörökben kutatnak. A kiállítás igazából egy plusz ötlet kapcsán jött létre, egy szemináriumi feladat sor közül kellett válogatni, hogy ki mivel szeretne foglalkozni, és Rékával, az évfolyamtársammal ketten úgy döntöttünk, hogy mi valami más szeretnénk csinálni, és hát igazából dióhéjban a kiállítás így jött létre, hogy mi más szerettünk volna csinálni, mint amire lehetőségünk volt, és hát erre szabad kezet kaptunk, és most itt az eredménye. A kiállítás két főszervezője, Kis Anna és Csíki Réka Orsolya a megnyitón arról is mesélt, hogy valami újat szerettek volna alkotni és sajátos módon bemutatni a szakot és az ő terepmunkáikat. Mit szólt ehhez a kezdeményezéshez? Hát én kétszeresen örülök neki, egyrészt, mint a műhelynek egy tagja, mint a fiataloknak a tanára, tanári közösségben dolgozom, azon kívül, mint a tranzitháznak a képviselője, hogy össze tudtuk tenni ki, amivel hozzá tudott járulni, és egy eredményes dolog jött létre. És mi a célja ezzel a kiállítással? Ez egy kezdet, ez egy első próbálkozás a művelődés szervező diákok részéről, és nagyon remélem, hogy hosszas folytatása lesz. A fotókiállítást Szabó Árpád Töhötöm, a Néprajz és Antropológiai Intézet vezetője nyitotta meg. Elmondta, örült a hallgatók kezdeményezésének annak, hogy ilyen formában is bemutatható a terepgyakorlatok szépsége. Köncei Csilla, az egyetem oktatója, a tranzitház vezetője is felszólalt, aki dicsérte a diákok kezdeményezését és munkáját. Az én képeim azok az egyik féléves dolgozatomhoz készültek, az etnoszemiotika dolgozatomhoz, és a gyimesi női ingeknek a hímzés világának egy részét úgymond elemeztem vele, és ebből az alkalomból készültek el a fényképek. Igazából úgy kezdődik az egész, hogy kiválasztom a témát. A hozzá tartozó szakirodalmat nyilván, de felkeresni az interjú alanyt, megtalálni azt a személyt, akire nekem szükségem van, az egy nagyon fontos része, és utána pedig elmélyülni ebben. Tehát, hogy megismerni, elbeszélgetni vele. Konkrétan, hogy fogalmazzam? Hát bejutni az életébe. Az én témám egy temetőkutatás Kiskedéről, a valamikor udvarhelyiséghez tartozott, most a Hargita megyében található. A temetőkutatást úgy próbáltam felépíteni, hogy egy tőcsészszerű kutatás legyen, hogy az egész település történettől kiukadjak egy konkrét sírig, és ezt etnoszemiotikai vizsgálattal jelszerű EP-ben vizsgáltam meg. És miért pont a temetőkultúrát választottad? Miért pont ez a téma érdekel? Hát elsősorban, mivel a falu az egy hát eléggé elnéptelenedett, és az őseim is itt nyugszanak, ez volt az első indíték, hogy a temetét azt kitakarítsam, és hát lényegében egy adattárat hozzak létre, és térképre vetítve ezt egy érték megőrzés lényegében. A 12 néprajz szakos egyetemi hallgató fotóiból készült kiállítás a Tényképek címet kapta, ami megmutatja a valóságot, pontosabban azokat a tényeket, amelyek által az antropológus felfedezi a körülötte lévő világot.